tudnád-e idézni a gólodat? Én azt gondolom, hogy ez azért másodlagos. Persze szép gól volt, de sokkal fontosabb az, hogy meg tudtuk nyerni azt a mérkőzést, és nagyon nagy lépést tudtunk afelé tenni, hogy kijussunk a 2024-es Európa bajnokságra. Mennyire volt nehéz? Nagyon nehéz nekünk kívülről. Az is volt. Azért a szerb válogatott tudjuk, hogy milyen játékerőt képvisel, milyen játékosaik vannak, erre felkészültünk. Én azt mondom, hogy azért voltak a mérkőzésnek szakaszai, amikor azért szerencsénk is volt, nekünk is egyébként voltak helyzeteink. Mi is rá tudtuk volna rúgni a harmadikat, ők is ki tudtak volna egyenlíteni, de a foci ilyen. Azért szerencsénk is volt, örülünk a három pontnak. Mennyit futottál ma? Biztos sokat, nem tudom pontosan, meg kell nézni, de én azt gondolom, hogy le a kalappal mindenki előtt, mert mindenki beleadott mindent ebbe a mai meccsbe, és nagyon szerettük volna begyűjteni a három pontot, ami sikerült is, úgyhogy hát hallhatjátok, nagyon nagy az öröm most a csapatban. A gólod előtt azt úgy akartad átvenni, vagy úgy akartad átvenni? Igen. Óriási gól volt egyébként, és Szoboszlai Dominik mondta, hogy a rosszabbik lábaddal lőtte, de ő már nem tudja, hogy melyik a rosszabbik lábad, hogy van-e egyáltalán. Lehet, hogy nincsen ezek után. Igen, szerencsére jól eltaláltam a bal lábbal. Nagyon örülök, hogy bement. Remélem, hogy még a jövőben sok ilyen gólt láthatnak a szurkolók tőlem. Igen, és hát Loic Négo osztogatja rendesen a gólpasszokat nektek. Igen, ő is nagyon jó formában van, rengeteget segít a válogatottnak, úgyhogy reméljük, hogy a következő mérkőzéseken is így tudja tovább folytatni. You gave two assists in this match. It was unbelievable performance from you. Dominic was also here and told you played very well. So how did you feel from inside? Thank you. But the most important, as always, is the teamwork. And we had a plan, and we did it well in the first half, especially. Of course, we play against a very strong team. And, also, I wish all the best to Serbia for the next game that is coming for them. But the most important for us is to we keep the 3 points at home. We know that we are close. We are close to the main target, and but we still have 3 games to play. Yeah. Did you expect that the Serbian team will push you and push you so course, much like of this? Of course. They did the same in Belgrade, especially again in the second half. But we needed also a warriors on the pitch, and I congratulate all the players, even who didn't come into the game, because they push until the end, at the same way like if they was on the pitch. And of course, I want also to mention the fans, the Hungarian support. It was amazing. I thank them a lot for the support. How do you remember the goals? First, Barney. Waited the moment when you have the chance. Yes. I saw him in the box. I was just waiting for the defender to make one step in front, and then I put the ball where it was the empty space. But like I said, the most important even for Barney is good, because it's on the very good trip now. He's scoring almost every game. I wish him also to keep this performance as long as possible. But yeah, the teamwork is it's making the difference. Volt már valaha nagyobb önbizalmad, mint most, meg kívülről úgy tűnik, hogy egészen elképesztő önbizalommal lépsz pályára, akár itt, akár a Freiburgban. Ezt én is így érzem. Én azt gondolom, hogy azért a jó szezon kezdetnek is köszönhető. Ugye most egy más helyzetben vagyok Freiburgban is, érzem a bizalmat. Ezt én azt gondolom, hogy meccsről meccsre meg is hálálom, jönnek a gólok, gólpasszok. Ezen az úton szeretnék tovább haladni, és még több gólt és gólpasszt jegyezni. Koreóhoz mit szóltatok? Elmondtam a mérkőzés után is, hogy eddig azt mondtam, hogy a mi szurkolótáborunk az egyik a legjobb Európában, én azt gondolom, hogy a legjobb. Tehát amit ma nyújtottak megint, és tényleg 12. emberként segítettek nekünk, az nagyon nagy segítség volt, úgyhogy köszönjük még egyszer nekik. Mi lesz Litvániában? Nyerni szeretnénk, ugyanúgy, mint ahogy ezen a mérkőzésen is. Ugyanígy futottunk neki a szermesnek is. Most a legfontosabb a regeneráció, és teljes erőbedobással szeretnénk a litván meccsbe is belemenni, és természetesen meg szeretnénk nyerni. Nagyobb a nyomás így, hogy ott, ha nyertek, akkor gyakorlatilag megvan a kijutás? Én nem mondanám, hogy nyomás. Inkább én azt gondolom, hogy eljutott a válogatott egy nagyon
magas szintre, persze még szeretnénk még följebb jutni, szeretnénk élvezni azt a helyzetet, amiben vagyunk, és szeretnénk a litvánok ellen is egy jó mérkőzést játszani, és ahogy mondtam, bejutni 3 pontot, és ezzel kvalifikálni magunkat a 2024-es EB-re. We go there to secure the qualification. That's all I can say. We will train, we will prepare the game in the same way like always. We want to go there and come back at home in Budapest with a big smile this time. KZ mennyire fog hiányozni? Nagyon. Minden játékos, aki kiesik, nagyon hiányzik. Ezt többször is elmondtuk, hogy csapatként tudunk nagy eredményeket elérni, úgyhogy hát sajnáljuk, hogy ez így történt, de ő helyette is fogunk futni, harcolni keményen, úgyhogy tényleg azért megyünk Litvániából, hogy elhozzuk a 3 pontot. Így Orbán Báronnal is nézte a meccset, mennyire lehetett ideges, vagy mennyire lehetett rugalt, amit látott a védekezésben? Ezt lehet, hogy inkább tőle kéne megkérdezni. Én azt gondolom, hogy az eredménynek ő is biztos nagyon-nagyon örül. Neki is ugyanaz a célja, mint nekünk, úgyhogy egy hajóba vagyunk. Szeretnénk tényleg kijutni az EB-re, egy célunk van, és ahhoz az kell, hogy kedden megnyerjük a mérkőzést.